322 esztendeje, hogy Tolna vármegye pecsét használati jogot kapott első Lipót királytól. Az 1699. szeptember 1-én sor került eseményre emlékezve rendezi meg 1999 óta a Tolna megyei önkormányzata megyenapot. Az esemény alkalmával adják át minden esztendőben az elismerő kitüntetéseket is. Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke ünnepi beszédében arról szólt, az elmúlt esztendők ugrásszerű fejlődést hoztak a települések életében. A megalkotott Tolna 109 koncepció további lehetőséget tartogat a megye egésze és benne a helyi közösségek fejlődésére. Az elmúlt években megkezdett úton kell tovább menni, mondta. Hogy ez a szép misszió milyen eredményeket hozhat, azt leginkább az elmúlt időszak sikerei vetítik előre. A megyére és közösségeire költött közel 40 milliárd forintnyi területi operatív program forrás szemmel láthatóan gyarapította a falvakat és a városokat egyaránt. Mindenki, aki a közéletben mozog, az észrevette, hogy egységesebbek vagyunk, és sok feladatot közösen oldunk meg, amit eddig szeletenként, meg egyénien oldottunk meg. Azt gondolom, hogy ezen az úton mindenképpen tovább kell menni, mert ez a jövő. A jelenállás szerint is ugye komoly változások zajlanak a világban, és erre kell fölkészülnünk, hogy erősek maradjunk, össze tudjunk fogni, és tudjuk egymást segíteni, és az országot is tudjuk előre tolni. Az ünnepségen felszólalt Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a rendező Bonyhádváros és Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, aki arról is beszélt, a kormány és Tolna megye együttműködésének eredményeképpen tapasztalható a kis települések és a városok komfortosabbá, az emberek megélhetésének biztonságosabbá válása. A megye mind a 109 települése azon az úton halad, ami a fejlődésüket és a megerősödésüket jelenti. Ebben nélkülözhetetlen szerepük van a polgármestereknek, a képviselőtestületeknek, akik egytől egyik szorgalmas, kitartó munkájukkal segítik városuk, községük szebbítételét. Egy olyan országban élünk, amely minden eddiginél gyorsabb ütemben gyarapodik, és ahol rekordmagasságban van a foglalkoztatottság aránya. Egy olyan országban, ahol 2010-től új alapokra helyeztük a nemzetpolitikát. Folyamatosan zajlik a nemzetépítés, amit a határon túli magyarokkal közösen végzünk. Az ünnepségen részt vett Süli János, a paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője is. Megerősítette, napi szinten érezhető a fejlődési folyamat, amely utakban, járdákban, óvodai átadó ünnepségekben jelzi a megyei fejlesztési programok sikerességét. Ahol élünk, ugye a élőhelyünk persze az a legfontosabb. És hogy azon belül ide köt minden, én is ugye 41 éve jöttem, pont most van, hogy betöltöttem a 41. évet, mert 80 szeptemberében érkeztem munkára az atomerőműbe, és azóta, hogy itt a imásfilm is szépen mutatja, hogy ez a egyik legélhetőbb megyéje az országnak. Naponta lehet követni engem, ha valaki tud, hogy hány helyen adunk át létesítményeket, intézményeket, rakunk le alapkövet, tehát nem csak az van, hogy megcsináltunk valamit és megállunk, hanem folyamatosan. És ennek persze, hogy érezhető. A 40 milliárd, amit a TOB-ba is elköltöttünk, illetve az erőműhöz kapcsolódó térségfejlesztés, a jövőnk, a JETA alapítványba is, tehát ezek mind kimutathatók, amerre járunk. Tehát középületek megújulnak, energetikai hatékonyság, orvosi rendelők, úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy ha így folytatjuk, akkor előbb-utóbb utolérjük magunkat a vidékvonal. Az úthálózatokról nem is beszélek. Az idei esztendőben a Tolna megyéért díjat a Covid-járvány elleni védekezésben nyújtott teljesítményéért a Tolna megyei Balassa János Kórház kollektívája kapta. A kórházban nem tudnánk kiemelni senkit külön-külön a kiemelkedően végzett munkájáért, mert az összes dolgozó, összes munkatárs vállnak vetve hajtotta végre ezt a feladatot. Úgyhogy ez a díj, ez mindannyiuk munkájának a közös elismerése. A megyenap alkalmával a közgyűlés utalmazta továbbá az év során a társadalom különböző rétegeiben a térségért kiemelkedően vagy hosszú időn át magas színvonalon dolgozókat.